Zsibvásáron szabadulhattak meg az emberek megunt vagy használt, de jó ellopott dolgaiktól Bátaszéken. Csötönyi László, a program szervezője elmondta, hogy ez a kezdeményezés még tavaly indult, de a világjárvány megrekesztette. Azonban most, hogy már fokozatosan lehet rendezvényeket tartani, úgy gondolták, beillesztik a bolha piacot a kora nyári programjaik sorába. Elsősorban azokat várták az eseményre, akik szívesen eladnák feleslegessé vált ruhaneműiket, gyermekholmiaikat, műszaki cikkeiket, háztartási eszközeiket, vagy éppen dísznövényeiket. Szerettük volna azon kívül, hogy ezt a lehetőséget felajánljuk a bátaszékieknek vagy a környékbelieknek, megspékelni egy-két gyerkőcprogrammal vagy lehetőséggel. Ezért van itt Szabóné Béda Anita, aki kézműves foglalkozással várja a gyerekeket, amelyik ingyenes, és Bolyás Miklós barátunk pedig már fölfújta a légvárat, és egészen este 7 óráig lehet ingyen ugrálni szintén itt a piac téren. A mai napon készültünk egy szélforgóval, varázskőfestéssel, illetve hawaii nyaklánccal, szívószál díszítéssel, szívószál gyöngyökből, papírvirágokból. Tiringerné Rudolf Ágnes leanderekkel érkezett a bolha piacra. Azt mondja, közel 40 éve foglalkozik a növényekkel, ez a hobbija. Sokat kell pátyogatni, az igaz, de kedvenceim. És aki hosszú távra tervez virággal, az leanderekbe fektet. Szeretni kell? Hát kényes. Az az igazság, hogy ilyen öreg sváb parasztházban lakom, és van egy hatalmas présház, ami télen a leghidegebben sem megy 4 fok alá. Tehát plusz 4 fok alá hőmérséklet, tehát a legideálisabb a leanderek teleltetésére. Bakó Józsefné, az unokája már kinőtt ruháit kínálta a zsibvásáron. Az asszony nagyon jó ötletnek tartja a kezdeményezést. Elmondása szerint ő maga is gyakran vásárol bolha piacokon. Nézze meg, milyen szép. Ez például vadi új. Ez is vadi új. Márkás cuccok. Úgyhogy tavaly a cipőket mindjárt 14 ezer forintos cipőt 1000 forintért elvitték. Most is 17 ezer forintos cipőt. Van még otthon egy bőröndruha. Farmerok is minden. Olcsón. Majd valaki beleszeret. Nem? Na most 1-200 forintért mi az, hogy mégsem visszük a kukába. A különleges vásár mellett az elkövetkezendő hetekben szinte minden hétvégén készülnek programokkal Bátaszéken, mondja Csötönyi László. Június 19-én szombaton 15 órától 19 óráig a Petőfi Sándor Művelődési Ház udvarán és az épületében várjuk a legkisebbeket és leginkább a családosokat. Kézműves foglalkozás lesz az udvaron Paphajnival, udvari játékokkal készül Szegedi Dezső, szintén lesz ingyenes légvár, de az udvarban gyerekeknek, és 17 órától jövő szombaton a Grimaszk Bábszínház ingyenes gyermekelőadását tekinthetik meg az érdeklődők. Itt azonban annyit tudni kell, hogy felnőttek számára ez a program oltási igazolvánnyal érvényes, oltási igazolvánnyal látogatható. Június 26-án szombaton 17 órától csatlakozik Bátaszék a Múzeumok Éjszakája országos programsorhoz, és a Romkertben tartjuk mi a Múzeumok Éjszakáját rendhagyó módon. Eddig minden évben a Tájházban szoktuk ezt megrendezni, de most ez felújítás alatt van, tehát majd, hogy nem romokban, na mindegy, most az első számú Romkertben fogjuk tartani, és 17 órától dr. Balázs Kovács Sándor, muzeológus, történész, néprajzkutató barátunk érkezik Pécsről, aki sárköz érdekességeiről fog egy előadást tartani. 18 órától Rudolf László barátunk a családfakutatás rejtelmeibe avatja be az érdeklődőket, míg 19 órától Krix Lőrinc és Szebényi Géza Dolina Leperd és Dömörkapu címmel fog tartani egy jó kis előadást a Romkertben. Közben a Múzeumok Éjszakája programsor keretén belül a bátaszéki tűzoltóságon is várják a családokat. Egészen hajnali 2-ig ki lehet próbálni a különböző eszközöket, sőt, be lehet ülni a tűzoltóautóba. És hát az elmúlt évekre visszatekintve vagy gondolva, hogyha fölelevenítem, hogy mi történt, akkor biztos ebben az évben is mehetnek egy kört Bátaszék környékén a tűzoltóautóval a gyerekek, és ez szerintem egy külön élmény lesz számukra.